Mielőtt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormányhivatal megfogalmazta, hogy segítséget kér a különböző kormányhivatalokból, a hivatalból segítek címszó alatt a Budapest Főváros kormányhivatalának dolgozói megfogalmazták, hogy ők szívesen segítenének a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei embereken. Ezt én, mint kormány megbízott, kifejezetten örömmel vettem, hiszen embertársainkhoz segíteni, az nem csak nagyszerű dolog, hanem a kormányzat szándéka is, hogy működjünk együtt, mert hiszen együtt sokkal sikeresebbek lehetünk, sikeresebb lehet egy kis közösség, sikeresebb lehet egy nagyobb közösség, egy település, és az ország is csak akkor lehet sikeres, ha segítünk különösen azokon, akik éppen bajba jutottak. A kormányhivatal dolgozói lelkesen adományoztak, így viszonylag rövid idő alatt összegyűlt ez a 500 000 forint, és ezt örömmel adtuk át, pontosan azzal a szándékkal, hogy Budapest üzenje, hogy együttérzéssel gondolunk azokra, akik elszenvedték ezt a természeti katasztrófát. Másrészt Budapest szívébe zárta Szabolcs-Szatmár Bereg megyét, és amikor segíteni kell, akkor Budapest kormányhivatala ott van és segít, hiszen az életben nagyon sokszor történt meg, hogy a vidék segített a fővárosnak, ez az a pillanat, amikor a főváros segít a vidéknek.